Azt nem tudom, mennyire az eredmény, de szerintem egy vagy három pontunk lesz. Egervári úr mindig azt hangoztatja, hogy egy szerethető csapatra van szüksége most az országnak. Egy ilyen szerethető csapatnak mik az ismérvei? Igen, ez egy érdekes kifejezés. Én úgy gondolom, hogy általában az a szerethető csapat, hogyha van eredmény, akkor ugye sokkal könnyebb szeretni a csapatot, mert azért, ha nem úgy jönnek az eredmények, akkor nem igen szeretik a szurkolók a csapatot. De kicsit a lény, hogy ez a csapat magába együtt szerethető csapat, mert a játékosoknak a hozzáállása és az a kollektív szellem, ami van itt a csapaton belül, az mindenféleképpen ezt fémjelmzi. De mondom, ahogy mondtam is, hát a legfontosabb az, hogy jó eredmény lesz, és akkor mindenki meg lesz elégedve, de mindenki szeretjük egymást, és akkor lesz, szeretjük egymást gyerekek. Ha ezen a két meccsen nem is szerzünk pontot, ugye már ez a realitás. Hát a függetlenül kijutatunk még erre az Európa-bajnokságra? De a futball azért szép, mert sose lehet tudni előre az eredményt. Kétségtelen tény, hogy ugye most is van egy esélyes, de le kell játszani 90 percet. De szenved a Barcelona is néha, még hogyha nagyon jó csapat is, a Madrid is, és van, mikor ki is kapnak meg, döntetlen van az utolsó percben. Vagy. Tehát azért mondom, hogy a 90 percet le kell játszani. Hát úgy érzem, a közvélemény is mindenki most ugye nagyon bizakodó hangulat, azután, hogy meg tudjuk venni a finneket, és ugye is ott vagyunk az elején a tabellán. Tehát ezt jól lenne megtartani, ahhoz kellene ennek pontok. És van egy lehetőség, én azt mondom, hogy itthon játszunk. Egy olyan egészséges önbizalommal kell fellépni, ugye nem beszélve, hogy az ellenfél az esélyes. Tehát nekünk nincs vesztenivalónk olyan szempontból. Hogyha én itthon játszok, nekem kellene egy olyan egészséges önbizalomnak, hogy igenis az én közönségem előtt a csapatomnak és magam szempontjából is mindent beleadok. De még egy lapát alá is kell tenni. Tehát nem elég. A nagyobb tudást, ami az ellenfélnél van, azt egy bizonyos fizikai képességgel, vagy mentálisan, tehát egy fegyelmezettebb játékkal, mert mindenki fegyelmezett fog játszani, ez kétség, de lehet, hogy még több kell. Tehát azt kell mondjam, hogy majdnem, hogy szenvedni tudni kell ez a mérkőzésen, amikor már úgy van, hogy nem bírom, de mégis bírom. Mert azért vagyunk ugye emberek, és változnak a dolgok. Tehát változnak a dolgok, és én azt mondom, és az erő, amit mondtam, egy egészséges önbizalommal, tehát hogy a saját magába bízik a játékos és a csapattársaiban, mert annélkül nem megy, és természetesen az edző utasítások alapján egy kollektív szellemi csapatot, egységes csapatot, tehát azt mondom, hogyha védekezik el, akkor akár még a buszt is beteszem a kapuba, tehát ez viccelve egy kicsit, felül tudjuk múlni magunkat néha, erőn felül is tudunk játszani, nem? Na erre lenne szükség most. Én azt mondom, hogyha mindenki rátenne általában a saját teljesítményt, amit ad egy meccsen, egy 5%-ot rátenne, 11x5, az már majdnem, az 60-55%? És akkor már jó lenne. Igen, csak hát itt jön a képbe az, hogy ugye a mi játékosaink nem nagyon szoktak játszani az ő csapataikba, és Egervár Ücsú azt mondta, hogy tájékoztatom, hogy ez a bizonyos 70. percben fog eljönni ez a szituáció, hogy amikor rá kell tenni egy lapáttal, lehet, hogy elfogy a miénk ereje. Igen, ez kétségtelen így van, de egy-egy meccset azért lehet. Van úgy, hogy még az ember sérült is nem játszik, és hosszú hetek nem játszik, azért fizikálisan belül van, egy meccsre fel tud készülni, és legyen ez az egy meccs most, illetve most kettő van 4 nap alatt. Egy magyar stabil válogatottnak úgy érzem, hogy illene játszani egy bármely nyugat-európai csapatba közép, vagy amelyik lent van, mert ugye nem az élcsoportban játszanak a játékosunk Dzsudzsákon kívül. De még kellene legalább 5, aki állandó játszani, és ott lenne kicsit följebb, és stabil, kezdő. És a Dzsudzsáknak a magyar válogatott színeibe itthon, az is egy nagyon nagy dolog. Neki itt a közönség előtt, őtőre válnak elő, tehát ő hogy mondjam, nem, igazság szerint nem játszhat gyengén, nem is fog szerintem, most hogy sikerülnek a lövései, vagy helyzetbe, vagy gól tud-e rúgni. Hál' Istennek most az utóbbi meccseken ugye rúgott, nem is akármilyeneket, sőt az utolsó percben, ami nagy dolog volt. És ez a szerencsén is múlik, azért futballba kell szerencse is. Tehát nagyon fontos, tehát őre vigyázni fognak, ugye, hát ott játszik Hollandiában, bár a holland csapatban rengeteg külföldön játszanak, tehát nem mindenkivel játszik egymás ellen, vagy egy csapatban tulajdonképpen egy-kettő kivételével. Nem, hát szerintem lesz egy jó küzdelem, ő tudja, hogy ez egy nagy felelősség neki, tehát neki produkálni kell. Egyrészt a magyar pontokért, másrészt hát mind legjobb profi ő most. Tehát ő neki ezt bizonyítani kell hazai pályákon is, mert látjuk a tévén,
bizonyít, itthon is kell, már a finnek ellen bizonyított, sőt előtte is már, és a többi meccseken is gólokkal adós maradt, de úgy tűnik, hogy bele fog lendülni, és őben benne van az, hogy esetleg bármelyik mérkőzésem, de legjobb lenne, hogyha hónap már elkezdené újból, amit finnbe az utolsó percben abba hagyott, itt már az ellen is rúghatott, de ha úgy rúg utolsó percben 0-0-nál, mint a finneknél az utolsó percben időn túl, de megadja a bíró, akkor meg leszünk elégedve nagyon.